A jelenlegi migrációs helyzetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is szolgálatot teljesítenek a déli határszakaszon. Ez megyénkben a honvédségben, közigazgatásban és törvénykezésben dolgozókkal együtt több mint 100 főt érint. Alapvetően több szakterületről kerültek munkatársak átirányításra, nyilvánvalóan járőrterületről, közrendvédelmi állományból, de nyugodtan mondhatom bűnügyi területen végző, bűnügyi munkát végző állományból is, hiszen ne felejtsük el, bűnügyi technikusokra van szükség, logisztikai egyéb más személyzetre, ők látnak el ott szolgálati feladatot. Nyíregyháza polgármestere úgy véli, a térségből szolgálatot teljesítők munkáját fontos megköszönni. Nyíregyháza úgy köszöni meg és ismeri azoknak a munkáját, akik a migráns helyzet miatt távol családjuktól, otthonuktól a déli határon teljesítenek szolgálatot, hogy mindazoknak, akik ott dolgoznak, a város egy ingyenes családi állatkerti belépőjegyet biztosít. Ez vonatkozik azokra is, akik ezután mennek ki, és ezt az ajándékot, ezt a családi belépőt jövő év március 31 napjáig lehet igénybe venni. Szeretnénk volna egy olyan alkalmat is teremteni a köszönet elismerés mellett, ahol a családtagok együtt lehetnek, különösen a kisgyerekesek, és hát erre az állatkert egy megfelelő helyszín. Az elismerés nem csak a szakemberektől, a civil társadalomtól is jól esik, tette hozzá a megyei rendőrfőkapitány, aki a sajtótájékoztatón köszönte meg a városvezetés támogatását.